A parkanton nincs olyan, aki rászorulna az ellátásra, minden idős emberről gondoskodnak a családtagjai, ismerősei. Dávid Tíme, a polgármester azt mondja, a legnagyobb probléma, hogy az emberek sokféle hírt hallanak, és nem tudják az igazságot. Két véglet van, aki sajnos még nem veszi komolyan ezeket a problémákat, viszont van, aki pedig nagyon aggódó, ezt tapasztalom. A Parhanton nincs karanténban senki sem. Az önkormányzat szájmaszkokat juttat minden lakos számára. Cikon folyamatosan nő a száma azoknak, akik igénybe veszik az önkormányzati segítséget a bevásárlások és gyógyszerbeszerzések alkalmával. Még a mi feladat, hogy rendeltünk fertőtlenítőszert, hogy a település buszmegállóit, boltok előtt, játszótereket le tudjuk fertőtleníteni. Ez még a hétre a program. Az ellátást egyelőre saját erőből oldja meg a település, bár van jelentkező önkéntesnek is. Cikon sokan dolgoznak külföldön, így többen önkéntes karanténban vannak.